Manapság az ifjúsági korosztály nagy része az internet előtt tölti a szabad idejét. A barátokkal való személyes találkozásokat, beszélgetéseket az oktatási intézmények falain kívül felváltotta a világhálón való kapcsolattartás. A Dorogi Márton Művelődési Központ művelődés szervező szakemberei egy újabb ötletet valósítottak meg, ezzel motiválva a fiatalokat arra, minél több időt töltsenek olyan programokon, aminek közösségformáló ereje van. Erdei Anna, a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény vezetője számolt be a részletekről. A fiataloknak kedvezve létrehoztuk az ifjúsági klubkártyát, ifi klubkártya néven lehet ezt igényelni az ifjúsági házba. Ennek a kártyának az igénylése ingyenes. Egészen június 30-ig bármely fiatal, aki részt vesz az ifjúsági házban valamely rendezvényen, és igényelt ilyen ifjúsági klubkártyát, ezt a kártyát leigazoljuk, tehát egy pecsétet fogunk rá nyomni, megnevezzük, hogy mely rendezvényen vett részt, és mely időpontban, és aki június 30-ig három rendezvényen részt vesz az ifjúsági házban, és július 1 és 10 között ezt a kártyát a három igazolással beviszi az ifjúsági házba, részt vesz egy sorsoláson. Ez a sorsolás július 11-én lesz, és a Campus Fesztiválra lehet nyerni egy napi jegyet, hogy biztatok minden fiatal, hogy menjen az ifjúsági házba, és igényelje meg ezt az ingyenes kártyát, mert tényleg ez egy értékes nyeremény, és ugye nagyon sok fiatal szokott a Campus Fesztiválon részt venni, és így akarunk nekik kedveskedni. A művelődés szervező szakemberek kikérik az ifjúsági korosztály véleményét egy kérdőív kitöltésének segítségével, melyen feltüntethetik, mik azok a programok, amin szívesen részt vennének. Erdei Anna elmondta, a kérdőívek kitöltésével nagyban segítik a munkájukat, hiszen így célzottan tudják a rendezvényeket megszervezni. Az ifjúsági ház Facebook oldalán egyébként megtalálható az ifjúsági kérdőív, melyet, hogyha a fiatalok kitöltenek, ugye ezek a válaszok beérkeznek hozzánk, mi ezt összesítjük, és ezzel ugye segíthetik a mi munkánkat, mi pedig olyan programokat tudunk szervezni, amelyen szívesen részt vesznek. Tehát tényleg töltse ki minél több fiatal ezt a kérdőívet, mert akkor tényleg olyan programokat tudunk nekik szervezni, és nem kell más városba elmenni, vagy más településre, hanem itt helyben meg tudjuk valósítani azokat a rendezvényeket, koncerteket, szabadidős tevékenységeket, melyben szívesen részt vesznek. Milyen rendezvények lesznek most? A következő időszakban is már ugye tervezzük, szervezzük a rendezvényeket. Pontosan ugye ez a kérdőív, amit említettem, már egy éve kint van az ifjúsági ház oldalán, és ennek a kiértékelési szempontjából például április 5-én egy HR Flow koncertet fogunk szervezni az ifjúsági házba. Jegyeket már lehet venni elővételben, és valamint ugye a helyszínen is folyamatosan figyeljük az igényeket, és a nyári táborok szervezése is folyamatban van már. Tehát, hogy hol lehet ezekről a programokról egyébként értesülni, tehát, mint említettem, az IFI Ház Püspökladány oldalán, Facebook oldalán elindítottuk az Instagram oldalunkat is, tehát oda is folyamatosan töltjük fel a plakátokat. A Püspökladányi Hírek Városi Újságban ugye a hirdetést mindig beletesszük. A Képújságban is lehet informálódni a különböző programokról, de hogyha az intézménybe bejönnek, akkor is szívesen adunk információt a különböző rendezvényeinkről.